A tanító az élet ezermestere, a nemzet mindenese, de a mindene is. Fónai Tibor. Pillanatképek Ürbőpuszta múltjából. Az ürbőpusztai iskolák története. Ürbőpuszta. Pest megye déli részén található tájegység, közel 100 család otthona. Ez egy kívülről zártnak tűnő, valójában azonban a világra nyitott közösség. Nagy területének és tagoltságának köszönhetően a családok szétszórtan élnek ezen a vidéken. A nagy távolságok, az elszigeteltség felértékel minden emberi és közösségi kapcsolatot. Filmünk az itt lakók múltbéli közösségi életét, és azt a néhány áldozatkész embert mutatja be, akik felvállalták az itt élők tanításának feladatát. Történetünk egészen a 19. századig nyúlik vissza. Az 1848-as szabadságharcot követően nagyobb autonómiával felvértezve nézhettek a magyarok a jövőbe, és az 1867-es kiegyezést követően már valós lehetőség is nyílt a magyarság iskolázottságának javítására. A konzervatív, kiegyezéspárti Eötvös József volt hazánk első közoktatásügyi minisztere, az ő kezében összpontosult a vallási és az oktatási tárca a Batthyányi és az Andrássy kormány ideje alatt. Élve a változó idők kínálta lehetőséggel egy régi álmát újra megpróbálta megvalósítani, a kötelező népoktatást. Az alábbi gondolattal érvelt a kötelező népoktatás állami kézben történő elindításával kapcsolatban. Nevelés nélkül az egyenlőség semmi. Nem egyéb, mint puszta szó. A nevelés az, ami által az alsóbb néposztálybeliek az állam által nekik adott jogok élvezetére képessé tétetnek. Az 1868. évi 38. törvénycikkelyben végre sikerült áttörni a korlátokat és elrendelni az állami népoktatást. Első paragrafus. Minden szülő vagy gyám, ideértve azokat is, kiknek a házában gyermekek mint mestertanítványok vagy házi szolgák tartatnak, kötelesek a gyermekeiket vagy gyámoltjaikat, ha nevelésükről a háznál vagy magántanintézetben nem gondoskodtak, nyilvános iskolába járatni életidejük 6. évének betöltésétől egészen a 12., illetőleg a 15. év betöltéséig. Országszerte elkezdődött a tanítók toborzása, iskolaépületek építése, tantermek kialakítása, azonban ez lassú folyamat volt. Amíg kiépült az országos iskolarendszer, addig az évszázadok óta működő egyházi oktatási rendszert kellett segítségül hívni. Amíg a környező települések aránylag könnyű helyzetben kezdték meg a népiskolák kialakítását, Bugyi településnek a sok külterületi régiója miatt ez jóval nehezebb feladatot jelentett. Ennek a feladatnak a megoldásában részben a református parókia, részben pedig a katolikus plébánia vette ki a részét. Míg a református lelkész, illetve az ürbői canik pár rektor és fia a falubéli gyerekek oktatását vállalta magára, a katolikus plébánia részéről Csáki József plébános a külterületi oktatás szervezését kezdte meg. ban Bugyi község feladatául kapta a hozzátartozó pusztákon a népiskolák létesítését, ezzel a község vezetésére igen nehéz feladat várt.
Alsó Délegyházán, Ványon, illetve Ürbőpusztán kellett megszerveznie az oktatást. A feladat kivitelezése akadozva haladt. Még komoly viták árán, de az első világháború elején sikerült megalapítani a felsőványi iskolát, addig Ürbőpusztán, annak tagoltsága és nagy területen való elhelyezkedése miatt jóval nehezebb feladat volt megtalálni az iskola helyét. Csáky József, aki egyben külterületi jegyző, illetve 1906-tól katolikus plébános volt egy szemében, kemény hangvételű levelekben sürgette a pusztai iskolák létesítésének ügyét. Tekintetes közigazgatási bizottság. Bugyi községhez tartozó Ványpusztán körülbelül 80 tanköteles van iskola nélkül, és jól lehet, a község képviselőtestülete már 4 éve, hogy az iskola felállításának összes költségeit megszavazta, és azon kívül a gróf Bertold féle birtokból ingyen telket kapott a község előjárósága az iskola beállításához, mégsem akar hozzáfogni. Annak idején a tekintetes közigazgatási bizottság nagyon sürgette ezen iskola felállítását, és most érthetetlenül nyugszik ezen ügy, és a tanköteleseg barom módjára nevelkednek. Tekintetes közigazgatási bizottság. Talán Gyálpuszta helyett jó volna ide egy állami iskolát szervezni, Bugyi község biztosítom, nem fogja gróf Károlyi példáját követni. Maradok mély tisztelettel, Bugyi, 1914. július 22-én, alázatos szolgája, Csáky József plébános. Az idő előre haladtával a probléma nem látszott megoldódni, ezért a plébános köztes megoldást keresett. Az első ürbőpusztai iskola megalapítása előtt Grúz Sándor ácsmester tanította az ürbői gyerekeket az írásra és olvasásra, de ez hosszú távon nem volt tartható állapot. 1911-ben sikerült Csáky Józsefnek a Ladányi ürbőn élő Balogh családdal megállapodnia, hogy a házuk végében található istállót alakítsák át tanteremmé, amelynek a család a helyi közösség és lakosság segítségével eleget is tett, így 1914-ben ez lett az első ürbőpusztai iskola. Ez az iskola 2 év megszakítással 1939-ig, a második ürbőpusztai iskola megnyitásáig működött. Az iskola épület, bár igen romos állapotban, még mindig megtekinthető a Bugyiról Ürbőre vezető autóút 7-es számú kilométerkövénél, a Caniki erdő szélén. A 2 év megszakítás alatt, 1932 és 34 között, az iskola 3 kilométerrel délebre költözött, a Fazekastanyára. Amíg a Ladányi iskola átalakítása folyt immáron hivatalos iskolává, a Szerbiából Ürbőpusztára költözött Janicsák János és Neje tanította a pusztai gyerekeket és felnőtteket. Mivel a házas pár nem állt sem az egyház, sem az iskolaszék, sem a község alkalmazásában, így fizetést sem kaptak az oktatói munkájukért, mégis felvállalták az oktatás nehéz keresztjét. A családok heti 3 pengőt, vagy egy kenyeret fizettek munkájukért épp úgy, mint az a néhány felnőtt, akik téli estéken jártak írni és olvasni tanulni. A leírások szerint a tanítástanterv és tanmenet nélkül zajlott, de a Janicsák házas pár munkáját dicséri, hogy az évvégi vizsgát a református iskolában Molnár Jenő tanító előtt jó jegyekkel tették le a tanulók. 1934-ben az iskola visszaköltözött a felújított, immáron az iskolaszék felügyelete alá tartozó épületbe. Az oktatást egyházi oldalról Kisznyér Kálmán, a 60-ból Bugyira költöző káplán felügyelte, Moldvai László kántorral közösen. Visszaemlékezés az idős Filler Lajossal készült életrajzi interjúból. A Véghelyi volt a tanító, akit a szlovák Balhéba elvittek és ott pusztult el. Most akkor jött a Tamás. Na most ő, hát a Véghelyinek is voltak ugye szerelmi ügyei, hát a gyerek azért mindent lát. Na most ugye ez megszűnt, meg aztán megszűnt más is, de még onnan 7 kilométerre jártunk iskolába, és akkor még nem az volt, hogy akarsz vagy nem, és majd vízbiciklivel vagy autóval, aki gyalog. És azért mondom, hogy akkor a lakók, és az Offner, meg a Bagi, meg ahol
cselédség, hát a 80% lehetünk együtt iskolában. Akkor 100-an is, mert akkor olyan padok voltak, hogy egy sorban 10 gyerek. És ebből 10 sor pad volt, az 100 gyerek. És az ismétlősök is jártak, azok nem fértek bele. Külön volt nekik téve asztal, meg pad, azok ott ült a külön. Hogy az ismétlősök ugye, hát a 100 gyereket nem győzte a tanító Tamás, és aki valamire való volt, az kiosztott nekik gyereket, hogy oktassák. Na most soha nem felejtem, a Somogyi Béla, aki szintén balesettel halt meg, meg a Lajos is balesettel halt meg, az okított engemet, és többek között az, hogy a maska ügyes állat, de lusta. Ez maradt meg belőle, amit nekem oktatott. Na most, hogy engem a Moldvai Kántor is tanított, meg a Takács, és a Moldvai Kántor ugye a 10-es padba, ebből a bottal, aminek a végén gumi van, úgy bányult, az szabályozta a fejeket. És milyen tanuló volt egyébként a Lajos bácsi? Most, mondottam az Erikának a bizonyítványa, megvan minden összes. Jó tanulónak számított? Annak. Kivalónak. Csak amikor a Nyergespalinak betölt a drót a seggébe, az ustorbú, a tengernád ustorbú, akkor a Pali bácsi vett egy papírt, és vitte mindenkit, hogy írják alá, a Tamás dobják ki. Na most úgy dobták, hogy nekem utána, hát majdnem a legrosszabb lett a jegyem. A kisnér pap kiállt oda vallást oktatni. Azt ugye arra is emlékszem, hogy vobibus nobiscum escintéje tutó. Ugye ez latinul van, hogy én nem menni közémi, micsi minisztán. Hát azt valahogy nem jól ejtettem ki, amit ő jónak. Hát mert most ugye ezt a latin kimondani. Adott akkora pofont, hogy másnap így kerestem a fejem. A kisnér pap. ...1938-ban felgyorsultak az események. A pusztában élő gyermekek számára immáron kicsi lett az első űrbőpusztai iskola, így ezért tavaszán döntés született egy új, kifejezetten iskola célját szolgáló épület építéséről. Az iskola kerület 10.000 pengőt igényelt az államtól, melyet további 3.300 pengővel toldott meg az iskolaszék. Ebből a 13.300 pengőből, illetve a már készen álló csendőrös épületéből került kialakításra űrbőpuszta leghosszabb ideig használatban lévő iskolája. A tervek szerint egy tanítólakással egybeépített iskola kialakítása volt a cél, amelyet a kiírástól számított egy éven belül az iskolaszék használatba kívánt venni. Bár az épület más funkcióval ugyan rendelkezésre állt, de a feladat kiemelt jellegét jól mutatja, hogy a májusi kölcsönigénylést követően júniusban megjelent a pályázati kihirdetés, augusztusban az eredményhirdetés, majd az átépítési munkálatok szeptemberben meg is kezdődtek, meg sem várva az erre a célra igényelt pénzösszeg kiutalását. A munka igen megfeszített tempóban folyt, így egy hónappal később el tudott készülni az új iskola, amely költségeit a községi előjáróság megelőlegezte. ...1939. szeptemberében megkezdődött a tanítás az új, immáron erre a célra kialakított iskolában. A részben új, részben pedig a volt csendőr őrsből átalakított iskolaépület 100 tanulót tudott befogadni oly módon, hogy a meglévő őrs épületének hátsó traktusához hozzáépítésre került egy tanterem, amely a szükséges tanulószámot be tudta fogadni, immáron túlzsúfoltság nélkül. Ebben az iskolában már lehetőség volt a gyerekeken kívül a felnőttek oktatására is, akik így írás és olvasás terén felzárkózhattak végre a 20. század társadalmához.
Bár a kezdeti években elektromos hálózat hiánya a tanítások csak addig tarthattak, amíg a petróleum lámpa fénye elegendő fényt biztosított az olvasáshoz, de a tanítók ezt a problémát osztottan rend kialakításával hidalták át. Így az alsó tagozatosok délelőtti tanrendben tanultak, a felső tagozatos diákok délután, az esti, petróleumfényes tanórákra pedig a felnőttek foglalták el az iskolapadokat. Ősze. A háború elérte országunkat, ennek első komolyabb jele a mindennapos bombázásokat követő menekültáradat megjelenése volt. A keleti ország részből nyugat felé tartó menekült hullám, az egyre sűrűbbé váló katonai csapatmozgások nem hagytak kétséget, a háború megérkezett. Az Ürbői iskolában 1944. október 30-áig tartó oktatás utolsó napján már hallani lehetett a fegyverek dörgését déli irányból. A front november 2-án érte el Ürbő pusztát. A szovjet 4. gárdagépesített hadtest délfelől szorította észak felé a Monornál összeomlott frontot. Ezen belül is a német-magyar összetételű 22. SS lovassági hadosztály csapatait. A védelmet Karl Pfeffer-Wildenbruck SS Obergruppenführer vezette, míg a szovjet csapatokat Vlagyimir Ivanovics Danoval tábornagy. Visszaemlékezés az idős Filler Lajossal készült életrajzi interjúból. És még arra is emlékszem, hogy a lent laktunk a tanyán, és a sors milyen. Ugye jöttek a oroszok, hallottuk, hogy tankok, meg mit tudom én. Ugye a lakás az út mellett volt közvetlen, abban maradtunk a anyával, apával, hogy van ott kint egy fa. Mondok, a fa tövében ásunk egy nagy gödröt, és oda beletülünk. De olyan kemény volt a főt, hogy nem bírtuk kiásni azt, amit akartunk. Hát ott hagytuk. Lőttek ágyúba meg mivel, és egy ágyúra pedig egy pontot robbant, amit ásni nem emlékszik. Iskolából kijöttünk szünetet, mondom, hogy sok gyerek volt, 50-100 körül. Ott a Hubert Kálmán bácsinak a dombján szaladgátunk, játszottunk. Megjelent 4 német ilyen terepjáró, és azon, hát mit tudom én, 3-5 ember ült, az nem érdekes. Amikor ott mentek el mellettünk, azt mondta Amerikának, hogy azt a röhögést, amit azok nekünk adtak, mondom, a letóna mivel rögtön szétlőttem. Most az orosz teleautó lerobbant, az beállt az udvarunkba, behúzták. Na most a vezetője, az elment Bagyűrbőre, meg ide, meg oda, amit el tudott onnan, ami neki tetszett hozni, csak arra emlékszem, hogy elhozta a környt. És abba akart kedveskedni, hogy mikor jött hozzánk, tele nyomta a pofáját és ránk fújta. Most az erős körny az összes pofájáról levitte a bőrt. Na most az a helyzet, hogy ők nem szűntek, ők állandóan mentek. És amikor az autó följavult, elment, nekünk is menni kellett. Ott nem lehetett megmaradni. Tehát a lakásunk ott maradt, bementünk a nagyszülőkhöz. Nyergesek hő, mert ott nem lehetett megmaradni. Visszaemlékezés a Bartalics Máriával készült életrajzi interjúból. 1944. november 1-én már szétverték a magyar csapatot, és mikor a temetőből mentünk haza az édesanyámmal, meg a hugommal, gyalog persze, akkor már a magyar tüzérség már jött Bugyi felé, és 2-án éjjel már lövődöztek, volt egy alé, és ott már magyar
tüzérség, azt hiszem ezek a ágyú. És másodikán az udvarra kinéztünk, esett az eső, golyózáb, ilyen villogó golyók a lovas katonák között ment, és egy katona beszólt apunak, hogy adjon neki valamit enni, mert két napja még nem evett. És végül volt egy beigli, amit kiadott a katonának. Később állítólag azt a katonát agyonlőtték, és hosszú évekig egy aléba volt, ahogy a Nagyalásonyihoz megyünk, ott volt egy katona, katona sír. Jugoszláv katona volt, de minden Mindszentkor minnyájan űrbeiek vittünk arra a sírra virágot. És mikor rendszerváltás lett, akkor értesítették a hozzátartozókat. Lehet, hogy a szülei nem éltek, de a csontokat elvitték Jugoszláviába. Olyan összetartó volt az űrbei nép, hogy mondom, messziről hoztak virágot a sírjára. Stacskovics Jánosnak hívták ezt a... Hát én az oroszokkal úgy találkoztam, hogy nagyon szerették a gyerekeket, és nagyon sok az ölébe ültetett, meg elővette a gyerekének a képét, meg mutatta, hogy hányat hagyott otthon. Hát az oroszoknak az első dolga, apu mikor visszament paprikára etetnie még az állatokat, november 3-án, akkor az orosznak az volt az első, hogy a kutyára ráfogta a puskát, azt mondja, papa, pu, és ott apu előtt agyonlőtte a kutyát. Hogy anyu mindig fogta a kezünket, mert félt. Egy nénit megerőszakoltak, apu vitte el, Canikru deszkásra, ott volt a komendó. És elvitték azt a katonát az első vonalba. A pestiek sokkal nehezebb sorsban voltak, nagyon sok megfagyott, agyonlőtt, megfagyott ló volt. Erre szana szét, mert Taksony felé nagy összecsapások voltak. És Pestről gyalog jártak le, hozták a kis ruhájukat, amit cseréltek, ha valaki tudott egy kis krumplit adni, vagy volt olyan, hogy a lóhúst, megnyúzták a lovat, és azt a fagyos lóhúst vitték. Erről sokan írtak, és máma ezért kinevetik az embert, hogy ez nem lehet igaz. A háború után 1946-ban újraindult Ürbőpusztán a tanítás. Tamás László tanító, aki szovjet hadifogságba esett, 1945. december 25-én hazatért a fogságból, és újra szervezte az iskolai tanítást Ürbőn. Immáron újra folyt rendben a tanítás, délelőtt a gyerekek, délután a felnőttek koptatták annak padjait. A tanyán élők újra elkezdtek felzárkózni tudásanyagban a világhoz. Mindeközben folytatódott a környék lecsapolása, a Duna-Tisza és a Dunavölgyi főcsatorna megépítése. A sok potenciális termőterület művelését az 1951-ben megalakult Kiskunsági Állami Gazdaság kezdte meg. Ez a gazdaság számos családot vonzott Ürbőpusztára, így annak népessége robbanásszerűen megnőtt. Az iskola is kapacitásán felül volt kihasználva, de Tamás László és neje lelkiismeretesen, az iskola minden négyzetméterét kihasználva tanította az itt élő és az ide költözött gyerekeket és szüleiket. Délelőtt az alsó tagozatos gyerekeket, délután a felső tagozatosokat, este pedig a felnőtteket oktatták. Az irillinek tűnő állapot a világháborút követő egy évtizedig tartott, ezen időszak sokszorosan visszaigazolta az Ürbőpusztai iskola létjogosultságát. Az iskola meglehetősen nagy hátrányban volt a falusi iskolákkal szemben, ezt a hátrányt azonban a pusztai közösség és a tanító házas pár tenni akarása egyensúlyba helyezte. Emberfeletti erővel az egésznapos oktatások mellett jutott idő a szemléltető eszközök elkészítésére, térképek megrajzolására, de jelentős segítség volt a helyi lakosok hozzájárulása is.
Faragott eszközök, tartók, szekrények és megannyi háznál készült oktatási segédeszköz került az iskolába, ezzel is segítve az oktatók munkáját. Ugyancsak jelentős háttértámogatást nyújtott az időközben megalakult állami gazdaság vezetése is, akik ha mód és lehetőség adódott, mindig csíptek le az állami ellátmányból valami hasznosat, vagy a központi beszerzések által papírral, írószerrel és sok hasznos, az iskolában használatos tárgyal bővítették annak készletét, ezzel is komfortosabbá téve a helyi lakosok számára a pusztai életvitelt. Mint azonban minden, aminek kezdete van, úgy vége is van egyszer. Ez a kialakulóban lévő sikertörténet is megszakadt. Egy, az egész országot felbolygató esemény miatt, amely a pusztai iskola életét is alapjaiban megváltoztatta. október 23. 1. A Szegedi Tudományegyetemről elindult tüntetés hullám végig söpört az országon. A magyarság megelégelve a szovjetek által irányított állami rendszert, kivonultak az utcára. Az eleinte békés tüntetést először Debrecenben, majd Budapesten törte meg puskaropogás. Ez azonban fordított hatást váltott ki a tüntetőkből, a békés tüntetés fegyveres forradalommá változott. Az AVH, az AVO és Kádár János a szovjet csapatokat hívta segítségül leverni a forradalmat, ugyanekkor országszerte elkezdték eltávolítani posztjukról a hangjukat hallató funkcionáriusokat. Ennek a tisztogatási hullámnak esett áldozatul Tamás László tanító is, aki ellen népuszítás vágyával fegyelmi eljárást indítottak. Határozat. A Pest megyei tanács VB művelődésügyi osztály Tamás László Bugyi, űrbőpusztai igazgató ellen a munkatörvénykönyv 112. paragrafus 4. pontjában megjelölt fegyelmi vétség elkövetésének gyanúja miatt a fegyelmi eljárást elrendeli. A fegyelmi ügy kivizsgálásával Miskolci Károly jegyzőt, művelődési felügyelőt bízza meg azzal, hogy a vizsgálat lefolytatása után a fegyelmi határozat tartalmára vonatkozó javaslatát 8 napon belül tegye meg. Indoklás. Tamás László igazgató az ellenforradalmi időszak alatt űrbőpusztán a lakosságot ellenforradalmi tüntetésre vezette fel. A község vezetőit felelősségre vonta. Kijelentései, valamint magatartása azt bizonyították, hogy szemben állt a népköztársaság államrendjével. Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint kellett határozni. Ez az ügy rányomta bélyegét a tanító egészségére, és az ekkor már előre haladott zöldhályok betegsége együttesen visszavonulásra kényszerítette őt. 1957-ben szolgálati lakását át kellett adni utódjának, majd Budapestre költözött, itt élte le élete hátralévő részét. Utódja Nyitrai Endre lett, aki szintén a rendszer áldozata volt, és egyfajta büntetésként rótták ki rá az űrbőpusztai iskola vezetését és a tanítói feladatellátását. Az új igazgatónak nem volt könnyű dolga. Miközben feleségével ellátták a tanítói teendőket, 1957-ben a megnövekedett népesség hatására egy új, négytantermes iskola építését is felügyelte. Ez volt a harmadik űrbőpusztai iskola, mely igen nagy reményekkel és tervekkel épült. Magyarországon egyedülállóan modern megoldásokat vonultatott fel, a kitűzött cél akkor minden igényét kielégítő oktatási feltételének biztosítása volt. Négy tanterem, integrált óvoda és melegkonyhás étkeztetés állt rendelkezésre az épülő iskola épületben. A tervek és célok nagyon előremutatók és komolyak voltak, azonban egy helyrajzi sajátosság miatt mindez a törekvés mégis csorbát szenvedett. A telek, melyen folyt az építkezés, illetékességileg nem tartozott sem a tanács, sem az állami gazdaság felügyelete alá, így az iskolában évekig nem volt áram. A petróleumlámpa fénye így ide is követte a tanulókat.
Az új, immáron harmadik ürbőpusztai iskola a megnövekedett tanulói létszámnak köszönhetően a 60-as évek közepére átvette a régi iskola feladatkörét, egészen a 80-as évek közepéig az iskola és az óvodai szerepkör mellett egyfajta közösségi központként is funkcionált. Délutáni felnőtt oktatások, esti filmvetítések, de hétvégi közösségi estek színhelye is volt az épület. Az iskolai évfolyamokat évről évre 60-80 közötti iskolás gyermek kezdte meg, ezen felül a 70-es évek közepétől elindított óvodában szintén 30 és 50 fő közötti óvodás létszám volt a jellemző. Ez a létszám, illetve Bugyi községtől való 10 kilométeres távolság indokoltá tette melegkonyha üzemeltetését is, ugyanakkor az iskola szomszédságában házi orvosi rendelő és egy élelmiszerbolt is helyet kapott. Az iskola nem csak területileg helyezkedett el ürbőpuszta szívében, de az itt élők és az állami gazdaság számára is egyfajta féltve őrzött csoda volt, így kiemelt figyelmet és törődést kapott mindenhonnan. Ezt jól mutatja, hogy a Minden Vállalat egy iskoláért mozgalom megkezdésekor az állami gazdasági vezetők kilobbizták, hogy ezt a kis gyöngyszemet az ország akkori hatodik legnagyobb vállalata, a Tungsram Művek patronálja. Az izzógyár felvállalva a szerepét, igyekezett minél több hozzájárulással és eszközzel, továbbá élőerős segítséggel támogatni az ürbőpusztai oktatási intézményt. Az 1980-as évek azonban ismét változást hoztak. Az iskolai reformok, amelyekkel a tanintézmények központosítását célozta meg az akkori politikai vezetés, rendre elkezdte felszámolni a kisebb iskolákat és óvodai intézményeket, az innen felszabadult létszámot pedig a központi iskolákba irányította át. Az óvoda volt az első, amely költöztetésre került. 1981-ben az ürbőpusztai gyerekek tanévzáró alkalmával búcsút vettek a helyi óvodától, és ősszel már a Bugyi központi óvodában kezdték meg az óvodás évet. Az iskola tanulói létszámának integrálása kicsit lassabban és nehezebben haladt. 1984-ig kisebb csoportokban költöztették be a falusi iskolába a tanulókat és a tanárokat. Ezzel le is zárult egy közel egy évszázados küzdelem és törekvés, amely az ürbőpusztai iskolákat életben tartotta.